Tavaly nagyot ugrott a használt autók ára, az emelkedést azonban idén korrekció követte. Az olcsóbb járművekre továbbra is nagy a kereslet, ezek még tartják az árukat. A 3-4 millió forint feletti autóknál viszont jelentős árcsökkenés tapasztalható, mivel az ezek iránti kereslet visszaesett az elmúlt hónapokban. De nem csak ez okozza a lefelé menő tendenciát. A hitelek megdrágultak, ugye a kamatok a 2005 10-15 szájkos szintről most 20-25 szájkos szintig mentek, tehát ebből kifolyólag nyilvánvalóan kevesebben tudnak hitelt felvenni. És a kínálat viszont az megmaradt, most már az új autók piacán is nem kell két éveket várni, az új autók hamar megjönnek, ezért van kínálat bőven, ebből kifolyólag a használt fiatalabb gépkocsikra is van kínálata, és ezért a kereslet nem tudott ezzel lépést tartani, és ezért csökkentek az árak. A tavalyi benzinástopp és az üzemanyag hiány sokakat inspirált elektromos autó vásárlására. Ezeknél akkor 50%-os áremelkedést is tapasztalhattak a vásárlók. Most viszont a legnagyobb árcsökkenés figyelhető meg ebben a kategóriában. Az elmúlt hetek nagymértékű üzemanyagár növekedésének hatására ráadásul újra népszerűbbek lettek ezek a járművek. Nem csak a meghajtás, a márka tekintetében is változásokat tapasztaltak a használt autókereskedők. A távol-keleti márkák pozíciója erősödik, a dél-koreai márkák főleg. A német és a francia autók azok nagyjából tartják a pozíciójukat. Talán a dél-koreai márkák, talán a japán márkák tudtak egy kis szeletet kihasítani. Tehát azok nagyon-nagyon feljöttek, presztízsbe is, árban is, és minőségben is. De ma már nem csak a márka számít, a vásárlók egyre tudatosabban választanak használt autót. Az ár az nyilván döntő, és hát a kilométerfutás, a leinformálhatóság, szervizmúlt, törésmentesség, és az esztétika, ezek a legfontosabb tényezők. Nagyon sokan azért megfontoltan döntenek, megpróbálják a kocsi életútját teljes mértékben végigkövetni, állapotfelmérésre viszik a kocsit, és így döntenek a kocsi vásárlásról. Van, aki viszont bejön, és 5 perc alatt eldönti. Tehát nagyon sokféle vásárló van. A szakember elmondta, a COVID utáni csíphiány megszűnt, az új autók gyártása most már folyamatos, rövid szállítási idővel tudnak rendelni a vásárlók. Ez is visszavetette a használt autók forgalmát, az első 7 hónap forgalma 3,7%-kal a tavalyi szint alatt alakult.